És hát ez a legközelebbi még jobb videó, amit ígértem, ugyanis vissza gondolva kettő dolgot hagytam csak ki az előzőből, és a két leglényegesebbet egyébként, amit az egyik gondolatomat félbehagytam, hogy igenis úgy gondolom, hogyha valaki képzettebb szakember, mint egy másik, akkor drágábban kell dolgoznia, és több pénzt elkérhet a szolgáltatásért, hiszen többet tud, és többet tanult, és többet tanul, többet költ továbbképzésekre, nem csak pénzt, hanem időt is, és energiát is, és ezt tovább hasznosítja, tovább adja a vendégnek a tudását, hiszen nekik jobb lesz a hajuk. Úgyhogy igenis ennek ára van, és ezt meg kell fizetni. És hozzáteszem, hogy most a fodrászatról beszélek, ugye, de az a pék, amelyik jobb kiflit tud sütni, az drágábban tudja eladni a kifliét. Tehát, hogy ez mindenhol így van. És úgy gondolom, hogy ez így a helyes egyébként. Persze óriási téma, hogy kisváros, nagyváros, falu, mi van, ha a faluba lakik a képzett fodrász. Erről is van véleményem egyébként, de az most nem ennek a videónak a témája. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, hogyha valaki folyamatosan fejlődik és továbbképzi magát, akkor magasabb minőséget képvisel, mint az, aki esetleg nem. De az a másik is lehet jó fodrász. Tehát nem azt mondtam, hogy az nem jó szakember, jó? Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig az áremelés sem, hogy ugye mondtam, hogy évente kétszer szoktam árat emelni, de nem mindig, és hogy ezt nem fejtettem ki, hogy ez miért van, vagy hogy van. Az egyik ugye, amikor az eddig úgy volt, és én remélem, hogy jövőre, vagy ezen túl is így lesz, vagy még így sem, hogy az egyik, amikor az anyag árak emelkednek olyan mértékben, hogy azt már nem tudom tolerálni, mert volt, hogy emelkedett, de olyan kicsit, hogy azt mondtam, hogy jó, ez nem érdekes, ez miatt én nem fogok árat emelni. De van, amikor olyan mértékben emelkedik, hogy az miatt már muszáj, tehát nem lehet ez sajnos máshogy kivitelezni, csak áremelése. Ez az egyik áremelés, ez szokott lenni tavasszal egyébként, mert jellemzően a cégek tavasszal szoktak emelni, vagy nagyobb mértékben emelni az ár, vagy az árakon. És össze szokott lenni a munkadíjnak az emelése, amit egyébként megtehetnék tavasszal is, mert ugye ez meg az inflációhoz kötött, vagy azzal van összhangban. Csak én úgy gondolom, hogy egyszerre nem akarok nagyobb mértékűt emelni, hanem inkább egy év alatt kétszer kisebbet, és ezért a munkadíjat, tehát ami magyarul az életköltségei, amennyivel megnövekedtek, azt pedig ősszel szoktam. És ez mind a két alkalommal, ez néhány száz forint szokott lenni. Nem volt még ennél nagyobb áremelés, úgyhogy akkor volt, amikor elkezdtem egy jobb minőségű anyaggal dolgozni. De az egy tök más téma, tehát ez nem ez. Úgyhogy aztán persze olyan előfordul, hogy mondjuk jössz hozzám az egyik alkalommal, és fizetsz valamennyit, és a következő alkalommal 1000 forintokkal többet fizetsz, de ez valószínűleg azért van, mert más szolgáltatást kértél. Tehát mondjuk az egyik alkalommal volt csak egy tőfestés, a másik alkalommal meg vagy befestettem az egész hajadat egy más színűre, vagy tettem bele mellért, vagy vágtam is belőle, vagy csináltam valami hajápolókezelést, vagy valami árnyaltam, valami történt, valami más, aminek vonzata van. Tehát az nem mindig áremelés, hogyha többet fizetsz, hanem mást akartál. De hát ez a boltban is így van, ha beraksz még egy kiló krumplit, akkor pont annyival fogsz többet fizetni, úgyhogy... Na, ezt a kettőt felejtettem ki az előző videómból, de így hétvége felé már előfordul, hogy így kifelejtek dolgokat az életemből, úgyhogy bocsánat, ez most két részes lett ez a videó, remélem, hogy érdekes mind a kettő számodra. És találkozunk legközelebb is, illetve, hogyha van kérdésetek, ezt ugye mindig el szoktam mondani, amikor nem felejtem el, hogyha van kérdésetek, vagy hozzáfűzni valótok, akkor a kommentek között várom szeretettel és érdeklődéssel, mert mindig szeretem megtapasztalni a másik oldal nézőpontját, és kíváncsi vagyok, én abból is tanulhatok egyébként. Én sajnos nem járok fodrászhoz, és ezért vendég részről ilyen élményem nincs, hogy őszinte legyek. Mindig tervezem, hogy elmegyek majd fodrászhoz, de aztán valahogy nem jutok el sose, és mindig magamnak csinálom a hajamat. De tényleg érdekel, hogy vendég részről
milyen bármi, tehát akár a Hogyan viselkedj a fodrásznál című videósorozatom, vagy akár ez, vagy bármi más, ami ilyen beszélgetős, kifejtős téma, hogy ti mint vendégek, hogyan érzitek, vagy hogyan viszonyultok ehhez. Meséljetek nekem. Köszönöm szépen, és várlak legközelebb is. Sziasztok!